Köszöntöm a kedves nézőket, Mozaik című magazin műsorunkat láthatják itt a Sopron televízióban. Egy olyan hölgy ma itt a vendégem, akinek minden a túravezetés és a természetvédelem. Tislér Diánát köszöntöm, a Fertőtáj túráknak a szervezőjét. Szervusz! Szia! Honnan indult nálad a természet iránti szeretet? Szerintem mind mindenki másnál a családból. Az édesapám vadőr, és mi a Bakonyban nőhettünk fel a testvéreimmel együtt. És azt hiszem, hogy a természet iránti szeretetre való nevelés a Bakony a legjobb, egyik legjobb helyszíne ennek. Azt is mondhatnánk, hogy a hobbi tulajdonképpen a munkád. Így van. Honnan jött ez a túravezetés ötlete nálad? Igazából ez úgy alakult, hogy én a Fertőhanság Nemzeti Parknál landoltam 2013-ban, és nagyon sok, nagyon jó tapasztalatot szereztem, és olyan életszituációba kerültem, hogy volt egyéb más munkám is, és nem akartam ezt a túravezetést elhagyni, és így jött az ötlet, hogy egy egyéni vállalkozást alapítok erre, és talán megérintve más formában az embereket a természet iránti szeretetre való nevelésben. Talán ez egyik legjobb formája, hogy így találkozzak face to face az emberrel. Mit jelent az, hogy más formában, hogyha erről egy picit mesélni? Ez azt jelenti nálam, hogy kicsit személyesebbé tenni a természetvédelmet. Nagyon jó dolog az, hogy mint állami szerv a Nemzeti Park ezen dolgozik, és harcol, és küzd, és kutat, hogy az embereknek a természetvédelmi munkáit bemutassa, de vagy az embereknek hiányzik az, hogy egy kicsit személyesebbé tegye ezt, hogy mit tehetek én azért, hogy ez a természet megmaradjon. Igen, a Nemzeti Park levédeti a területet, van különféle túravezetéseik, programjaik, de ezen túl mi az, ami esetleg hétvégén egy programon részt vehetek, és jobban megismerhetem ezt a tájat, akár legyen itt élő ember, vagy pedig turista, és hogyan tehetek én érte személyesen, akárki, aki jön hozzám, hogy egy kicsit erről hall. Ne, habár nem valószínű, hogy minden ember számol ezzel, hogyha eljön egy túravezetésemre, hogy ilyen dolgokról is hall, mert valószínű, hogy csak meg szeretné nézni a Fertőtájt, madarászkodni, szeretne távcsövezni, vagy lovaskocsikázni, vagy akármi más, és akkor egyszer csak, amikor azt látom az illetőn, vagy a vendégeimen, hogy egy kicsit olyan nyitottabbak, akkor én mesélek arról, hogy ők otthon mit tehetnek ezért. Mesélj egy picit akkor nekünk is, ide nézőknek, hogy mit tehetünk azért. Tehát hogyan zajlik akkor? Jó, elmentek, megnézitek a madarakat, lovaskocsikáztok, és akkor egyszer csak eljön az a pillanat, amikor elmondom nekik, hogy hogyan tehetnek a természetért. Mit mondasz? Nagyon direkt példával szoktam élni, ugye a vásárlás. Ugye a vásárlással nagyon sok mindent tehetünk a természet ért, ha lehet így mondani, a környezetünkért is akár, hogy mit vásárolok meg, honnan szállították, milyen messziről, mibe van csomagolva, vagy esetleg az összetevői, gondolok itt mindig ilyen nagyon példát hozok, a pálmaolaj problémát. Most nem mondok különféle termékeket, amiben benne vannak. De ezekre egy kicsit érzékenyíteni az embereket, hogy igen, ha bár ő egyedül van ezen a Föld nevű bolygón, de azért, mert ő megveszi azt a terméket olyan formában, akár az csomagolva, többféle műanyag csomagolásban, azzal ő a környezetet sajnos terheli, és az ökolábnyoma nőni fog. És amikor egy kicsit szembesíti az ember ezt szeretettel, hogy igen, de figyelj, képzeld el, én is ettem annak idején ilyet és ilyet, de most már nem is élek, akkor így látom rajtuk, hogy tényleg így is lehet. És kicsit, hogy megértetni, mert nem buták az emberek, csak nem tudják. Van információ, itt van a különféle közösség oldalak, az internet, mindenhol ott az információ, csak valahogy nem kapcsoljuk össze ezt a kettőt. Ráadásul, hogyha látjuk azokat a madarakat, akikre kihatással van, akár a klímaváltozás szempontjából, akkor igen, még érzékenyebbek vagyunk erre. Picit visszakanyarodok, mert sokan nem tudják róla, hogy Ausztriában is szervezel túrákat, erről, hogyha mesélnél. Volt szerencsém, igen, a Neusiedl-Seewinkel National Parknál, Ilmitzben egy egyéves túravezetői tanfolyamon részt venni. Ezt egy kicsit, hogy erről csak egy pár szóban, ez egy nagyon komoly tanfolyam, erre jelentkezni kell, tehát nem úgy van, hogy valaki jelentkezik és azonnal elvégezheti a programot, hanem jelentkezel, és akkor eldöntik egy interjú során, hogy igen, téged szeretnénk az Osztrák Nemzeti Park területén túravezetőként látni, és akkor én jelentkeztem, egy kicsit úgy voltam vele, hogy szeretném kibővíteni a tudásomat. Ugye én nagyon jól beszélek németül, és gondoltam, hogy azokat a szakszavakat és különféle fajneveket szeretném megtanulni, és mégis profiktól ezt megtanulni, és azt kell, hogy mondjam, hogy az osztrákok eszméletlenül nagyon jól teljesítették ezt, 25 fő
volt, aki részt vett ebbe, és egy kicsit mondhatok ilyet, 24 német nyelvűvel végeztem, én tudomásom szerint én vagyok az első magyar állampolgár, aki ezt elvégezhette, és akkor jött igazából az ötlet, hogy vállalkozást csinálok, és ekkor született meg a szlogen is, hogy a természet nem ismer határokat. És csak osztrák vagy magyarokat visszel Ausztriába a túravezetésre, vagy pedig osztrákokat is? Többnyire magyarokat az osztrák oldalra. Igazából ez egy nem kimondott megállapodás köztünk és a Nemzeti Park között, de hogyha esetlegesen a hotel, a partner hoteleimen keresztül jönne idegen nyelvű vendégem, akkor vezetem a fertőzőkban is. Picit igen. Akkor meséljünk arról, itt a tavasz, rengeteg a túra, rengeteg programot szervezel, hogyha mesélnél ezekről, hogy mi minden van. Hát ez nagyon-nagyon sokrétű, ugye az igazság, hogy mindenki másra fogékony. Ugye amikor annak idején meg kellett tervezni az, hogy mégis miben áll majd az én vállalkozásom, akkor hát a marketinges kedves ismerősöm azzal a kérdéssel állt elő, hogy hát kellene megcélozni egy célcsoportot. Hát akkor erre én azt mondtam könnyedséggel, hogy mindenki. Na most a mindenkiben, tényleg mindenkiben van a nullától a 100 éves korosztályig, és akkor ez alapján a túrák nagyon sokrétűek. Valakinek például egy gyalogos program is belefér, valaki például nem szeretne annyit gyalogolni, vannak lovaskocsikázós, vagy vannak túrák biciklivel is, akár át Ilmicbe, vagy át körbe a fertőtájon, vagy ami újabban egy új paletta lesz idén, az pedig a Lajta hegységben lesznek magyar nyelvű túravezetéseim, mivel a Naturpark Leitege Birkenau lezé megkeresett, hogy hát olyan jó lenne, ha magyarul is lennének itt túrák, és nagyon nagy örömmel fogadtam ezt. Hogyan választasz ki egy-egy ilyen helyszínt? Én erre lennék kíváncsi, hogy hova viszed az embereket, érdeklődőket, turistákat. Igen, ugye a fertőtáj az nagyon-nagyon sok színű, és nagyon nagyobb paletta, mint említettem. Igazából ott, ahol koncentráltan, egyszerre azért több mindent lehet mutatni. Például ilyen, talán ismerik többen itt akár helbéliek is, Mexikó pusztát, ugye ismertebb nevén Fertőújlakot. Ott van a Fertőhanság Nemzeti Parknak egy élőhely rekonstrukciós területe, és rengeteg madár fordulott elő egész évben. Ez például az adott volt eleve. Oda általában hétvégén hajnali, tehát madáles pirkadatkor című programot szoktam kiajánlani. De vannak a Fertődi kastélytól is például, mert lehet, hogy valaki megnézi a kastélyt, és szeretne esetleg valami természeti élményt, akkor a Fertődi kastélytól. És hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy például a hegykőről indítok programokat, mivel a Hegykő Önkormányzat és a Turisztikai Egyesület teljes messzelegességgel támogat, illetve a Tornácosház, és onnan indítok olyan programokat a Vasfüggöny emlékhelyhez, mert oda egyébként szabadon látogatható, de azt kell, hogy mondjam, a távcső nélkül nem minden látható, és illetve, hogyha azt tényleg egy szakmabéli is megmutatja, kinyitja a szemedet, hogy például látod, az a lepke azért szállt rá arra a virágra, mert ő neki az a tápnövény, akkor nagyon érdekes történeteket lehet mesélni, és pedig minden a szemünk előtt van, csak ezt tudni kell. Nincs két olyan túravezetés szerintem, ugye? Tehát hogyha eltervezett, hogy most túzok, dürgésre mentek, nem biztos, hogy ott lesz az a túzok, lehet, hogy várni kell, lehet, hogy itt mást látok. Volt-e már érdekes eseted? Hát nagyon nehéz most kiválasztani. Tudom, hogy próbáltam felkészíteni, de hát az igazság, hogy például... Például ez a túzok dörgés, ha ez kapcsolatok, ez most volt nem régiben, ugye áprilisban egy kicsit később dűrögtek most a túzokok. Ez mondjuk Ausztriában vezetem egy kisebb területen, az Osztrák Nemzeti Parknak a védettség alatt van. És ugye az ember persze kimész túzokra, ugye az ember, most inkább az ember oldaláról közelíteném meg, hogy ugye azt gondolja, hogy csak egy túzokot lát majd, idézőben csak, és kimegyünk, és egy eszméletlen változatosság terül a szem elé. Ezt úgy képzeld el, hogy ahogy az Andaúj híd a Mosontarcsai út felé, tehát a híd felé megyünk, az út egyik oldala monokultúra, de szó szerint a madár se jár. A másik oldalon pedig zsibongás, és a túzok mellett ott van az őz, akár volt olyan, a szarvast is láttunk, vagy nyulak, vagy fácánok, tehát zsibongás van, a pacsirta énekel, és úgy, hogy vad szélben álltunk, és mégis ez örömmel telti el a szívet, nem csak az enyémet, ez annyira jó, hogy amikor én tudom, hogy én fel vagyok úgy öltözve, hogy a szél áll, persze próbálom a vendégeimet is felkészíteni, de
de mégis látom azt, hogy igenis van értelme. És hát meglepő, mindig van valami, mindig más, mindegyik túrán, mindegyik más és más, és akár például hegykőnél, vagy akár most a Lajta hegység, tehát a természet, mindig azt szoktam mondani a telefonba, hogy ha esetleg bejelentkeznek nálam, hogy nem lesz két egyforma túra. És van úgy, hogy például, amikor meglátok egy nagy kocsagot, és pedig hidd el, én nagyon sokszor láttam már nagy kocsagot, és akkor volt egy vendégem, azt kérdezte, hogy most látok először, mondom, hölgyem, én százszor láttam. De ez olyan csodálatos, hogy ezt látni kell, és ezért jó a távcső. Van egy szponzorom, és ők abban támogatnak, hogy szuperspektív és távcsövet adnak a rendelkezésünkre, és a vendégem kezébe adom a távcsövet. És amikor látod, hogy a nagy kocsagnak a szárnyát megfújja a szél, tehát ezt így szabad szemben nem látod, de belenézel spektívbe, ami ekkora, hát pont ott van előtted a madár, tehát ezt nem lehet elmondani. Úgyhogy nagyon nehéz kérdés. Ezt látni kell, ugye? Igen, így van. Jó, tehát aki kedvet kapott ehhez a túrához, vagy akár egészen más túrákhoz, diához lehet bejelentkezni. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, viszontlátásra.